Szép estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetéseket figyelemmel követő nézőinket. Beszélgető társam a Berze János református lelkész, tisztelettel köszöntöm. Visszatekintünk egy kedves kicsit, nézőket. Visszatekintünk egy kicsit erre az esztendőre, illetve még egyel visszább, hiszen 2017-ben ünnepeltük a reformáció 500. születésnapját. Ez egy rendkívül jeles dátum, ahol egyik oldalról a lutheri kálvini eszméket foglalták össze, másik oldalról pedig megfogalmaztak egy új célt, ami nyilván az az út volt, amelyet mindez idáig követtek. Miként kell gondolnunk erre a jeles jubileumi évre, így utólag, hiszen nyilván született egy összegzés erről? Köszönöm a kérdést. Tehát valóban ez a legfontosabb kérdés, hogy mi lesz a következménye azt annak, hogy megünnepeltük a 500 éves reformációt a közösségeinkre, az életünkre nézve. Hát maga a reformáció megünneplését két részre osztanám. Az egyik valóban az, amit ön mondott, hogy összefoglaltuk a reformátori tanítást, nyilván azokat a dolgokat, amik leginkább aktuálisak az egyházi életünkre nézve. Ezzel együtt megünnepeltük a hagyományainkat, az értékeinket, de ez a rész inkább egy ilyen belső egyházi identitásunkat erősítő része volt az ünnepnek. A második része, és számomra ez az igazán izgalmas és igazán fontos, hogy milyen hatása lesz ennek a hétköznapi életünkre nézve, a jövőre nézve, középtávon, hosszú távon, hiszen ez a lényeg, a reformációnak se az volt a lényege, hogy rendszeres tanításba foglalták össze a reformátorok az eszméket, hanem igazából a kultúrát megváltoztató hatása volt hatalmas a reformációnak, hiszen az egész európai kultúrát megváltoztatta, és ennek hatásai voltak a gazdaságra nézve, az oktatásra nézve, az irodalomra, és még sorolhatnánk mi mindenre nézve. Tehát ez az izgalmas, hogy fogja ez formálni, változtatni az életünket a jövőben. Én számomra a reformáció kultúrát formáló hatásában a legfontosabb az, hogy nyitottá tette az egyházat, kinyitotta, szélesre tárta a kapukat, és az egyházban elhangzó üzeneteket érthetővé tette az emberek számára. És hadd említsem, hogy ugye advent, karácsonyban vagyunk, Isten ugyanezt tette karácsonykor, hogy mivel testet öltött, emberi testben közöttünk lakott Jézus Krisztusban, érthetővé tette magát, közel jött hozzánk, segített, ugye hány csodát tett Jézus, éhezőnek enni adott, tanácstalannak tanácsot adott, beteget gyógyított, elveszettet megmentett. Tehát Istennek ezt a megmentő szeretetét tette érthetővé, hétköznapivá. Hát számomra ez a reformáció, hogy így formálódjon a mi egyházi életünk, hogy minél több emberhez eljusson az örömhír Isten kegyelméről, szeretetéről, az, hogy ő velünk van és segíteni akar nekünk. Nagyon jó, hogy ezt mondta, ugyanis én azt tapasztaltam az elmúlt esztendőben, hogy Wittenbergi vártemplom, Luther kiszögezi, és köszönjük szépen, ez volt a köznapi ember számára az üzenet, hiszen a hittel élők számára viszont sokkal többet adott, mint egy útmutatást a mindennapokra, hiszen nem csak ünnepből áll a világ. A tavalyi az egy ünnepi év volt. Igen. Viszont a mindennapok hozadéka az sokkal többet jelent az embernek. Így van. Ebből a szempontból sikeresnek ítélje. Nyilván sikeres, mert hogy a kívülálló számára is rengeteg kiállítás, rengeteg olyan emlékműsor született, amit nem szabad elfelejtenünk. Viszont egy ilyen évforduló sokkal több annál.
Igen, köszönöm a kérdést, teljes mértékig egyetértek azzal, hogy nem csak az lényeges, hogy sikerült-e méltóképpen megünnepelnünk. Ha erről lenne csak szó, akkor azt mondhatnám, hogy igen, sikerült, nagyon szép monumentális rendezvényekkel méltóképpen ünnepeltük meg a reformációt, hiszem, hogy Isten dicsőségére. De a másik fajta siker, amire szerkesztő úr is célzott, hát az majd csak igazából később látjuk a gyümölcsét, hogy valóban volt-e ránk hatással, hiszen most a beszélgetésünk, vagy bárhol elhangzó szavaimat azt teszi hitelessé valójában, hogy hogyan élek a hétköznapokban, hogy hogyan viselkedek az én szeretteim körébe, vagy kollégáim körébe, milyen döntéseket hozok az életben, milyen a jellemem. És igazából az igazi reformáció az akkor valósul meg, ha az egy jellemformáló folyamat, hogy valahonnan eljutunk valahová. Ugye most nagyon divatos mozgalom, a wellness mozgalom a világban, hadd éljek ezzel a példával. Hát a mai ember, a wellness mozgalom és az egészség igen keresztül keresi a bölcsek kövét és az örök élet elixírjét. Én nem akarom ezt kritizálni, mert nyilván egy teljesen jó szándék van mögötte, az embernek szüksége van pihenésre, kikapcsolódásra, törődjön az egészségével, tegyen érte. Én most azért mondom ezt példaként, mert ugye az a wellness mozgalom között, vagy mögött, maga a szó mögött van egy még jobb fogalom, ez az angol wellness, ez az, ugye az egész, ebből jön ugye az egészség szavunk is, tehát ez az épp egész és egészség összefügg. Tehát ez csak azért mondom ezt példaként, mert Istennek hatalmas életformáló célja van velünk. Tehát az egyházról sokszor úgy gondolkodnak, hogy az egyháznak az a dolga, hogy térítse az embereket, az elveszett embertömegeket, megmentse a kárhozattól, hitre jussanak az emberek. Hát nyilván ez az istentelenségből, az elveszettségből való megszabadítás, ez valóban a missziónk központja. De Istennek a wellness a célja, hogy az egész embert állítsa helyre. És ez egy folyamat. Ugye, és ebben benne van a lelkünk egészsége is. Az, hogy kezdjünk egészségesen gondolkodni az életről, önmagunkról, embertársunkról, a világról, és ebben tényleg minden terület benne van, a környezetvédelemtől, az oktatáson át. Tehát Istennek ilyen hatalmas célja van a mi helyreállításunkkal, hogy épp és egészek legyünk újra, és hogy a lelkünk is helyreálljon, és hogy tisztán, egészségesen tudjunk gondolkodni az életről, mert akkor tudunk igazából egészségesen szeretni is, áldozatot hozni a másikért, ha egészségesen gondolkodunk. Forrong a világ, és azt látjuk, hogy mozaikszerűen az ön által említett alapvetéseket kell nekünk összerakni, úgy, hogy a hétköznapjaink és az ünnepeink, hogy ünnepek lehessenek az ünnepeink, mondom inkább így. De ebben miként segíthet az egyház? Milyen elsődleges feladatokat fogalmaznak meg, ami konkrétan kijelenthető, és nem csak a hittel élő számára? Az ünnepléssel kapcsolatban? Hát ugye az egyháznak mindig fontos szerepe, célja az emlékeztetés. Hogy emlékeztessünk mindenkit arra, hogy egy-egy ünnepnek mi a valóságos jelentése. Ugye a karácsony ma valóban átment egy ilyen, hát nehéz olyan szót találni, ami úgy kifejezi, hogy mi a karácsony jelenség ma. Ugye sokaknak még mindig a vásárlásról szól, és az ajándékokról, van akinek pedig ugye az elmenekülésről, a pihenésről, hogy egy hetet, két hetet leakadok és eltávolodok attól. Wellness, igen, ez is ugye egy jelenség, hogy,
hogy sokan nem is tartózkodnak otthon a ünnepek alatt, mert elmenekülnek a világtól. De talán az mindenkinek közérthető ugye az ajándék, hogy karácsonykor megajándékozzuk egymást a szeretet nevében. És ha már emlékeztetésről van szó, akkor az egyháznak mindenképpen emlékeztetni kell arra, hogy az ajándék nem a cél. Az ajándék az egy eszköz, ami valami nagyobbra mutat. Tehát én hiszem azt, hogy a karácsonyi ajándékozásnak nem az a gyökere, hogy évvége van, kedves családom, most kapom a prémiumot, és ilyenkor tudok nektek nagy ajándékot venni, és tessék, itt a nagy ajándék, szeretlek benneteket, hanem az ajándék ennél több, az ajándék egy nagyobbra mutat. Az ajándék arra mutat, hogy Isten oda ajándékozta magát a világnak, odaadta magát nekünk teljesen, hogy a mi segítőnk legyen. Ezt fejezi ki az ajándék, ezért mondhatjuk azt, ez már kicsit egyháziasabb kifejezés, hogy Jézus az Isten ajándéka az emberiség számára, akiben Isten érthetővé vált, akiben kijelentette magát nekünk, és aki a szeretetét is megbizonyította, hiszen nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki önmagát adja a másik emberért, és Jézus oda is adta az életét értünk a keresztre, hogy áldozat legyen, ami bűneinkre bűnbocsánatot szerezzen. Ez is benne van a karácsonyban. Tehát én azt gondolom, hogy minden nagy ünnep ünneplésében megvannak azok a magok, az igazságnak azok a magjai, kis lámpásai, amire az egyháznak mindig emlékeztetni kell, hogy valójában mit jelent az ajándék, mire utal. És akkor érthetővé válik az advent, a karácsony, de ez ugyanúgy igaz a húsvétre, meg a pünkösdre is. Igen, a bensőséges hangulatú ünnepek mások nyilván azért. Viszont a hétköznapokról egy kicsit essék szó. Ugye én magam tapasztalom mondjuk Erdélyben, vagy a felvidéken, hogy a keresztény közösségeknél ez nem úgy működik, hogy áldás, békesség, és akkor tovább megyünk, hanem elhangzik a jó szó, a gondolat, a segíteni vágyás, és ez kifejeződik az emberi kapcsolatokban is. Ennek tükrében milyenek a mi közösségeink? Tehát lát-e olyan fejlődést, ami visszatér az eredendőhöz, vagy visszatéríti az emberfiát ehhez? Hát ugye a körülményeink, az adott társadalom, kultúra, vagy a helyi körülményeink, azok mindig segíthetnek, vagy gátolhatnak ebben bennünket, hogy jó folyamatok induljanak. Említette határon túlélő magyar közösségeket, akár felvidéken is. Tehát ők, az ő helyzetük, ez a szorvány helyzetük, ez segíti őket abban, hogy igenis ápolják a magyar kultúrát, de nem csak a magyar kultúrát, hanem az személyes kapcsolataikat is, és tényleg konkrét tettekben, akár áldozathozatalban is megnyilvánuljon az a karácsony üzenete, hogy ne csak szóval szeressünk, ne csak beszéddel, hanem tettekkel. És nyilván az ő példájuk az példa lehet egy ilyen világibb, nagyvárosi környezetbe élő keresztény közösségek számára is, hogy a templomi istentisztelet az nem egy gyors étkezde, hogy bemegyek, egy óra alatt táplálkozok, lelkileg szép volt, jó volt, finom volt, és viszlát, hanem ennek kell, hogy nagyobb célja legyen, hogy túlmutasson. Ugye valóban egy ünnepi istentisztelet kicsit olyan, mint egy nagy ünnepi családi asztal, ahol generációk találkoznak, és együtt megünneplünk valamit. De hát ez még kevés a kapcsolatok ápolásához. Ugye a szeretet az mindig a hétköznapokban dől el. Hogy tudunk, hogy törődünk egymással. És ugye ez így van a család életben is, tehát hiába veszek drága ajándékot az én gyerekemnek, ha nem töltök vele időt. Mert arra nem fog emlékezni, hogy 2018 karácsonyán mekkora ajándékot kapott tőlem, de arra, ha mondjuk elviszem magammal, és együtt töltünk időt valahol,
arra emlékezni fog. Egyetértek. Tehát valóban az igazi szeretethez áldozatot kell hozni, és ez sokszor időbe, pénzbe kerül, és áldozatba, és munkába, és hát ilyen téren van mit fejlődnie a nagyobb városi keresztény közösségeknek is, hogy nem közönség vagyunk, és táplálkozni járunk össze rövid időre, hanem közösség vagyunk, és törődünk egymással, de nem csak a közösségen belül, hanem a közösségen kívül élők felől is. Hát erről szól a szeretetszolgálat, ami különösképpen is fontos karácsonykor. Bizony nekünk törődnünk kell a szegényekkel, az árvákkal, az elesettekkel, és nem csak ajándékokat kell nekik adni, hanem bizony olyan programokat indítani, aki hosszabb távon is segíthet rajtuk. Így van. Jöjjünk haza. A székesfehérvári keresztény közösség erős, ezt eddig is tapasztaltuk. A Steinbach Józseffel beszélgettem a jótékonyság, adventi jótékonysági esten a Szent István Művelődési Házban, ahol egyébként református közösségeket segítenek ebben az esztendőben, és nagyon-nagyon nagy érdeklődés kísérte. Itt volt a sztárparádé, tehát az túlmutat azon, hogy önmagában segítünk, tehát mindenki megmozdult a jó ügy érdekében, mint minden évben. És ő is erről beszélt, hogy Székesfehérvár bizonyos értelemben példa. Mondom ezt azért, mert Szász Zoltán is vendégem volt, a nemrégiben beiktatott református lelkész, aki azt mondta, hogy nehéz volt őt meggyőzni, hiszen szintén erdélyi gyökerekkel rendelkezik, aztán át Magyarországon vállalt lelkész hivatást, majd aztán most már itt van velünk Székesfehérváron. Aztán azt is látom, hogy a Budai úti közösségi ház épül, szépül, tehát az azt jelenti, hogy a Széchenyi úttal együtt valóban egy központ lehet. Igen, hát én is egyetértve Steinbach püspökkel, valóban ez egy különlegesen jó kapcsolat és példa lehet Székesfehérvár, az ökumenén belül is, a testvéregyházak között is, hiszen ezek a jótékonysági estjeink mindig egy katolikus és egy református közösséget vagy intézményt is támogatnak, tehát ez is egy összefogás, és hát nyilván a saját berkeinken belül, a református gyülekezeten belül is összefogás van, hiszen egy református gyülekezet van, de három gyülekezet részben él az életét. Ezért mondhatom azt, hogy Szász Zoltán lelkésztársam, tehát együtt lelkészkedünk egy ilyen nagy gyülekezetben. Ugye Maroshegyen is van egy imaházunk, az is egy kis önálló közösség. Ott Újvári Sándor. Beosztott lelkésztársam a lelkipásztor, ugye Széchenyi úton Szász Zoltán, ugye, akit újonnan iktattunk be, és én közvetlen szolgálati területem, az pedig ugye Öreghegy és a Budai úti templom közössége. Egy gyülekezet vagyunk, és építjük is ezt a kapcsolatot, hiszen mindig azért, amikor egy nagy gyülekezetről van szó, mindig lehetnek feszültségek, viták, hiszen tartunk fönn intézményeket, van óvodánk, van iskolánk, gyülekezet részek vannak. De én azt gondolom, hogy és hálás is vagyok, hogy az utóbbi évtizedre lehetne mondani, hogy ez a megbékülés és a kapcsolatépítés jellemzőit közöttünk is, és öröm azt ünnepelnünk, hogy egy oka van a mi egységünknek, ez pedig Jézus Krisztus, az Isten fia, aki által megismertük az egy Istent, aki által Isten gyermekei lettünk. Ő adta a küldetésünket, hogy segítsünk az embereket hitre, segítsünk a bajban lévőkön, és ez az, hogy egy Istenünk van, és egy küldetésünk, ez igazából a valódi egységünknek az alapja. És így van, támogatjuk egymás szolgálatát, akár úgy is, hogy helyettesítjük egymást, közös alkalmakat, rendezvényeket szervezünk.
én azt gondolom, hogy egy jó folyamatban vagyunk. Ilyenkor általában egy adventi üzenetet kérek a beszélgetés végén. Most nem teszem rendhagyó módon, mégpedig azért, mert minden egyes gondolatsora, az ön gondolatsorai azt célozták, ami tulajdonképpen az üzenet adventre, és nem csak adventre, hanem a hétköznapokra, és ez jól van így. És nyilvánvaló, hogy nagyívű célokat nem kell megfogalmaznia, hanem megtartani, és egy kicsit emberibbé tenni a kapcsolatrendszert, amire azt hiszem minden esély megvan, hiszen ezért dolgoznak, és jól teszik, hogy így teszik. Így van, egyetértek. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm én. Áldás békesség önnek. Áldás békesség. A gyülekezet tagjainak, mindenkinek. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések sorában Berze János református lelkész volt a vendégem. További szép estét kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra.